Két lányom van, egy 5 éves és egy 2,5 éves. A nagyobbik Budapesten, a kicsi pedig Kazincbarcikán. Én ugye miskolci vagyok, úgyhogy mind a kétszer utaztam, hogy úgy szülhessek, ahogy szeretnék. Egyébként sikerült, de a budapesti alkalom az azért érdekes, mert ugye itt Miskolcon jártam egy orvoshoz, akihez nem tudom én 17 éves koromtól itt a én évente, vagy ahogyan kell, és ahogy terhes lettem, akkor is hozzá elmentem, és egyébként semmi problémán nincsen vele, mert egy végtelen kedves ember, és akkor nekem már így volt határozott elképzelésem arról, hogy a szülés az hogyan folyik, és akkor így lassan-lassan így rebesgettem neki, hogy én hogyan szeretném, és már 35-6 hetes voltam körülbelül, amikor mentem egy vizsgálatra, és azt mondta, hogy na, akkor most kipróbáljuk, hogy hogy is lesz ez a szülés. És erre a vizsgáló asztalra így felfelkitetett engem, és akkor mondta, hogy így tegyem a lábam, meg úgy tegyem a lábam. Mondom, hát, tehát mondom, ez így biztos, hogy nem. Tehát mondom, így biztos, hogy nem. Bárhogy máshoz, így biztos, hogy nem. És akkor én hát úgy elérzékenyültem, és akkor megbeszéltük, hogy hát mert hogy én mit, hogy is gondolom, meg hogy jöjjek vissza majd a párommal, és akkor beszéljük meg, hogy akkor ez hogy is legyen. Bementünk a szülőszobára, és akkor ott már ugyan kedvesebb volt, de én meg elmondtam neki, hogy az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem is szólna hozzám úgy nagyjából. És azt mondta, hogy ő már régen orvos, és sok minden mögötte van, de hogyha én ennyire új felfogású vagyok, akkor lehet, hogy jobb lenne, hogyha keresnék egy fiatalabb orvost, aki erre jobban nyitott. És akkor végül a Szent Istvánba kötöttem ki. Ott az volt, hogy elmentem 38 hetesen egy doktornőhöz. Ő egyébként ott a Szent Istvánban háborítatlan szüléseket vezet. Beszéltem vele, mondta, hogy hát ő teljesen megért engem, de mivel már ennyire előre haladott a terhesség, ő nem tudja úgy elvállalni, hogy akkor ő lesz benn. Ha véletlenül, akkor ügyeletes, akkor természetesen ott marad velem, de ha nem, akkor aki éppen ott lesz, de fog szólni a szülésznőknek, hogy majd érkezik valaki Miskolcról. Hát így is lett, és gyakorlatilag úgy megy, tehát hogy úgy végül is ment minden a maga útján, nem is volt nekem különösebb problémám, bár mivel eléggé hosszan vajúdtam, ezért a vajúdás végén már bejött egy olyan orvos, aki nem volt számomra szimpatikus, és azért, mert túlságosan durva volt. És ugye én akkor már olyan állapotban voltam, hogy nem akartam, hogy megvizsgáljon, ő mindenáron meg akart vizsgálni, és akkor én hát így megrúgtam, igen, ez történt, és azt mondta, hogy na jó, akkor azt csinálok, amit akarok. Nem is jött be többször, tehát a szülésznő maradt, és mondjuk szerencsém is volt, mert talán volt valami műszakváltás, és akkor egy női orvos volt ott a végén, és egyébként, tehát, hogy minden rendben ment utána már. Csak mindenki nagyon izgult már a végén, mert nem tudom én, 20 akárhány órát voltam bent. Tehát ez volt. És akkor utána, 1-2 hónappal ismertük meg a barcikai szülésznő orvos párost, akihez azóta mindenki, így az ismeretségi körből mindenki jár. Hát mondjuk ott az klasszikusokkal jobb volt, mint Pest. Lehet azért is, mert megtapasztaltabb voltam. Azért is, mert ismerősökhöz mentem, tehát tudtam, hogy kik lesznek velem. Ugye Pesten azért az kicsit fura volt, hogy lement ott nem tudom néhány műszak, és többekkel találkoztam, tehát az is egy kicsit olyan furcsa volt, de nem zavart különösebben, meg a szülésznő,
Nagyon kedves volt, mert nagyon fiatal kezdő, azt hiszem, hogy az volt az 50. babája, és már ugyan lejárt a műszakja jóval, megkérdezte, hogy maradhat-e. És akkor mondtam, hogy megköszönném neki, hogyha ő maradna. És az volt még érdekes Pesten, hogy így a takarító néni volt számomra egy olyan személy, aki ilyen nagyon-nagyon jó energiákat hordozott. Ő volt az az ember, aki hogy jó volt, hogy bejött a szobába. Barcika viszont azért volt számomra nagyon-nagyon jó dolog, mert nem tudom, harmadszor, ha szülnék, akkor hol szülnék, ott vagy kipróbálnám már otthon, nem tudom. De Barcika meg nagyon-nagyon szép élmény, mert van egy szülésznő orvos páros, akik szerintem azért nagyon jók, mert a szülésznő egyben bába is, és annyira rá tud hangolódni az emberre, hogy jobban tudja, hogy mire van szüksége, mint a szülőnőnek magának. Ezt elég hülyén fogalmaztam meg. De tud az én fejemmel gondolkodni, vagy érzi, hogy nekem mi a jó, akkor is, amikor én már nem tudom, hogy mi lenne a legjobb, ő tudja. És az orvos meg azért nagyszerű, mert nem szól bele a szülésznő munkájába. És olyan nyugodt körülményeket teremtenek, hogy azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy valami hasonló lehet az otthon történt szülés is. És olyan érdekes, hogy Kazinc Barcikát kigondolná, hogy egy picike város a, nem tudom, Isten háta mögött, és hogy ott van egy ilyen páros, aki így tud segíteni a nőknek. Tehát, hogy végig olyan meghitt nyugalmat áraszt ő maga, de nyilván ez az ő személyisége kell hozzá, és ez a marhára érdekes dolog szerintem, hogy nem a pucos felszerelésekre van szükség, meg nem tudom milyen felszerelt kórtermekre, mert ugye itt Miskolcon most újították fel az egyik szülészetet, és nagyon büszke Miskolc rá, hogy nekünk már milyen van, de hogy annyira nem az számít, hogy milyen színű a fal, meg milyen az ágy, meg milyen a nem tudom micsoda, hanem annak az embernek a személyisége, aki akkor ott van az emberrel. És ez a szülésznő-orvos páros ezt nagyon-nagyon meg tudja valósítani. Ha egy kórháznak a vezetősége nem szól bele abba, hogy márpedig kötelező a protokoll tartani, akkor biztos vagyok benne, hogy lennének még ilyen szülésznők és orvosok, akik kórházban is meg tudják valósítani azt, amit icáik meg tudnak. Mert hát gondolom, hogy megkapják hozzá a felsőbb támogatást. Nem tudom, csak így gondolom. És szerintem ezért van az, hogy most már Miskolcon nagyon-nagyon sokan járnak Barcikára, vagy legalábbis az én ismeretségi körömből szinte mindenki azt mondja, hogy igen, megteszem, hogy autóba ülök, és nem tudom, fél órát autókázom azért, hogy úgy szülhessek, ahogyan a legjobb nekem.